A három autó. Mesejáték. Írta Zdeněk Szverák. Zenéjét szerezte Tomsis Rudolf. Fordította Pándi Lajos. Késő éjjel, mikor az ember mélyen alszik, s álma sincs, és semmi, semmi, semmi nincs. Oly csodák tanulja földi égi tér, amit az emberi elme föl nem ér. Például a sün mama, a férje a jó sün papa, a borbély köpenyben, s bókás fehér süvegben. Nyit, levágják sünike tüskéjét, s kopasz fiúkat nevetve szemléli. Vagy például a sápad hol, mikor az édesség volt, voltán alszik már a tupi és a prali még. Lejön az égről és megtűnik a tóban, majd pihen egyet a sűrű bodorban. És hogy mit csinál? Az autó, a ház előtt parkoló három autó, a Spartak, a Ford és a Skoda. Bizony nem tudja, amilyen turmoló. Ezt mondja el most a gyermek rádió. Hello, Mr. Spartak. Alszik? Ugyan mi jut eszébe fordul? A rádiót hallgatom. És maga? Skoda kisasszony? Jaj, drága Ford úr, hát lehet aludni, ha valaki ilyen kíméletlenül bömbölteti a rádió. Elnézést, már lehalkítottam. Igen, de az előbb... Nyugodjék meg, mi is voltunk fiatalok. A lényeg azonban az, hogy mind a ketten ébren vannak. Kérdezni szeretnék valamit. Halljuk, Ford úr. Maguk nem fáznak. Jó itt. Amióta kijöttem a szülőotthonból, a Boleszlávi autógyárból, megszoktam, hogy minden ilyen csillaggarázsban alszom. Hol, Mr. Spartak? Tudja, Ford úr, ami ifjú Spartak barátunk szereti a képletes beszédet, az ősei között költők is voltak. No, de az a csillaggarázs... A csillagos égboltot jelenti, merész, de találó hasonlat. Yes, yes, valóban kitűnő kifejezés. Ha megengedik, ezentúl én is használom. Csillaggarázs, well, well, beautiful. Csak az a baj, hogy ebben a csillaggarázsban meglehetősen fázom az utóbbi időben. Először csak a behorpat sárahányomon éreztem a hideget, de most már az egész karosszériám kacsabőrös. Libabőrös. Yes. Libabőrös. Yes, yes, yes. Libabőrös, bár a lényegen ez nem sokat változtat. Mi tagadás, itt csak egy valódi garázs segít. Nagyon kérem, ne nevesse ki az öreg kocsikat, Mr. Spartak. Ez nem való, hiszen ha nem éri valami súlyosabb karamból, még magából is lehet öreg autó. Bocsásson meg, Ford úr, de én nem magukon nevettem, hanem a rádión. Éppen valami kabarét adnak, és mondtak egy jó viccet. Aha. Skoda kisasszony. Igen, Ford úr? Lehet, hogy kötözni való vén bolondnak fog tartani, de... Volna egy indítványom. Ugyan, Ford úr, beszéljen csak nyugodtan. Skoda kisasszony, mit szólna hozzá, ha elindulnánk? Elindulnánk? Yes! Maga tréfál, Ford úr. Nem, nem, dehogy is tréfálok. Halálosan komolyan gondolom.
Te fordul! Hát hogy képzeli ezt? Csak úgy? Magától? Vezető nélkül? Yes. Sofőr nélkül? Yes. Ember nélkül? Yes. Pontosan így. De hát ez már megbocsásson, egyszerűen képtelenség. Persze én tudom, hogy maga szereti a kalandokat, és nyilván sok mindent tapasztalt, amíg átúszott a tengeren Amerikából Európába, de nekem őszintén szólva soha nem jutna eszembe, hogy... Nekem is csak tegnap éjjel jutott az eszembe. Annyira vacogtam a hidegtől, hogy nem autónak, hanem kocsonyának éreztem magam, s ahogy ott diderektem, egyszer csak így szóltam magamhoz. Ford, öreg, old boy, hogy is mondják ez? Öreg fiú. Yes, yes, öreg fiú. Nos, azt mondom magamban. Ford, öreg fiú, igazán nem ártana, ha egy kicsit megtornáztatnád a tugattyúidat, rögtön meleged lenne. És képzeljes, koda kisasszony, erre az önindítóm fordult egyet. Micsoda? Hát ez... Pedig ez így történt, Skoda kisasszony. Az önindítóm fordult egyet. Csak úgy, magától. Erre, ha kívánja, a becsület szavamat is adom, pedig egy Ford szava többet ér az aranynál. Tudja, mi Fordok mindig büszkék voltunk a becsületünkre. Elhiszem, Ford úr, én elhiszem. Mi Skodák is hasonló anyagból vagyunk. Kalapálva. Tudom, tudom, kisasszony. Világéletemben nagy tisztelője voltam a Skoda családnak. Megbízható família, igen, szolíd, már ami a benzinfogyasztást illeti. De hogy visszatérjek az elmúlt éjszakához, amikor az önindítóm fordult egyet, gyorsan egy kis gázt adtam, mire a tugattyúim úgy elkezdtek dolgozni, mintha azelőtt nem is hózott volna. Havazott volna. Fordul, havazott. Yes, yes, így akartam mondani, de a nyelvtan, főleg ami a ragozást illeti, nem valami erős. Érdekes. Fél álomban hallottam is valami motorzúgást, de én azt mondtam magamnak, aludj csak, bizonyára valami idegen kocsi, egy beképzelt taunusz, vagy egy szerény kis trabantocska húzott el mellettünk. Istenem, hogy is jutott volna eszembe, hogy az maga volt? Mindössze egy pillanatig tartott az egész, mert bevallom, úgy megijedtem, hogy remegni kezdett a stoplámpám, a kéziféken meg elkezdett csukulani. Na, de miért is mondtam ezt el magának, Skoda kisasszony? Ja, igen, tudom már. Kisasszony, én ma éjszaka újra megpróbálom. Nem. De igen. És ha véletlenül megsérül, vagy kárt tesz magában, akkor mi lesz, Fordul? Ne féljen, nem lesz semmi bajom. Különben is biztosítva vagyok. Hello. Mr. Spartak? Vége a kabarénak? Igen. Akkor figyeljen ide. De ne ijedjen meg. Nem vagyok én olyan ijedős, Fordul. Az én nevemet futballcsapatok is használják. Ezt nem kellett volna mondania. Csak figyeljen. Ford, öreg fiú, rajta! Mi ez? Álmodom. Ford úr maga beindult. Önmagát indította be. Óriási. Nos, mit szólnak hozzá, Franz? Ámulatos, Ford úr. Egyszerűen hihetetlen, hogy... Na hát, Ford úr. Ha volna cilinderem, akkor most mélyen megemelném maga előtt. De hát nincsen így, hát csak gratulálok. Ezt soha nem néztem volna ki magából. Pedig nincs benne semmi boszorkányság, Mr. Spartak. Mindössze azt mondom magamnak, Ford, öreg fiú, rajta! Pardon, a kutyafáját. Amint egy kicsit felmelegszem, rögtön tüzet fogok. Bocsánat.
Mit szólna hozzá, ha én is megpróbálnám, Fordul? Tessék csak, tessék, nyugodtan. Akkor hát most azt kell mondanom, hogy Spárta, öreg fiú, rajta, igaz? Yes! Nos hát, Spárta, öreg fiú, rajta! Úgy látszik, nálom ez nem válik be. Mondja talán azt, hogy Spartak kisöcsém. Vagy inkább azt, hogy haverom. Na jó, tehát Spartak haverom, rajta! El aztán a kutykurúgy, álmomba sem hittem volna, hogy... Elég, fiatalember, elég. Még felébred valaki, és azt találja hinni, hogy valami autótolvaj tartózkodik a körünkben. Jaj, ide hallgasson, Fordul. Ahogy én látom, nyugodtan tehetnénk egy kis kirándulást. Hm? Na, mit szólna hozzá? Mit szólnának egy kis éjszakai utazáshoz? Teljesen egyedül, csak úgy vezető nélkül oda megyünk, ahová akarunk. Mondjuk Boleszlávba, a szülővárosomba. Vagy még jobbat mondok, menjünk el a fővárosba, Prágába. Pazar műút vezet odáig, megnézhetnénk a várat, vagy a híres Vencelteret. Ilyenkor éjszaka tele van parkoló autóval, megismerkedhetnénk valami csinos szimkával, esetleg egy karcsú jaguárral. Nos, mit szólnak hozzá, óriási, nem? Nagyon kérem, Fordul, ne engedje magát elragadtatni ettől az ifjú és szeleburdi autós üvölvénytől. Bizonyára ismeri a latin közmondást, Juventus Ventus. Fiatalság, bolondság. Ismerni ismerem, sőt nagy tisztelője vagyok a latin kultúrának, de az igazat megvalva, én is valami hasonlóra gondoltam, Skoda kisasszony. Mit akar ezzel mondani? Hát, csak azt, hogy el vagyok ragadtatva Mr. Spartak kitűnő ötletétől. Fordul! Maga egy oltári rendes autó. De gondoljon a sárhányójára, Fordul, rettenetesen be van horpadva. No és a kerekei? Azok sem mai kerekek már? Egy ilyen kalandos éjszakai utazásra még ócskavas korunkban is emlékezni fogunk, Skoda kisasszony. Fordul, egy perc múlva éjfél. Csak fölöslegesen vesztegetjük itt az időnket. Vágjunk bele, de rögtön! Oké, Mr. Spartak, csak megvárjuk, amíg Skoda kisasszony is startol. Isten őriz, Fordul, ilyet én soha nem csinálnék. Engem úgy neveltek... Mindnyájunkat úgy neveltek, kisasszony, de egy ilyen élményt nem szabad elszalasztanunk. Hárman vagyunk, hárman is megyünk. Egy mindenkiért, mindenki egyért. Skoda kisasszony, ahogy azt egy híres francia költő mondta valamikor, kár, hogy idős korára felcserélte a költészetet az autólopással. Nos hát, mit határozott? Skoda kisasszony. Hát tulajdonképpen nagyon kedves öntől, Fordul, hogy ennyire ragaszkodik hozzám, de én azt hiszem... Már régen a műúton lehet. Nos, Skoda kisasszony. Jó, nem bánom, ha annyira akarják át. Kitűnő! Drága barátnő. No, de mit mondjak én? Skoda öreg fiú, vagy Skoda haverom? Hát ez nem látszik valami célra vezet. Nem azért, mintha meg akarnám magát sérteni, Skoda kisasszony, de mi lenne, ha megpróbálkozna az öreg lányjal? Kisasszony, próbálja meg! Hát akkor Skoda öreg lány rajta! Nagyszerű! Hogy érzi magát, Skoda kisasszony? Remekül, Fordul! Csak azt nem tudom, hogy fogok tudni menni, ha rajtam van a védőponyva. Á, ponyva, ide, ponyva, oda induljunk! Spartak haverom, rajta! Hát akkor, Ford, öreg fiú, rajta! Ha nem bírná az iramot, Skoda kisasszony, csak dudáljon egy jó nagyot. Mr. Spartak, maga meg azonnal gyújtsa fel a lámpáit. Semmi értelme fölösleges kockázatnak. És ne hajtson, mint az eszeveszett, nem vagyunk a versenypályán. Oké, Mr. Ford, most már csak az a kérdés, hogy merre menjünk. Kanyarodjunk a műútra, és aztán
Elere! Előre fordul, előre! Az elere a vizen úszók jelszava, mi gurulunk! Akkor hát előre! Rága felé! A sötétség csak ámul és bámul, csak bámul és ámul. Hó, ez nem lehet való, csak csoda, csak csoda. Vagy talán oly talány, melynek a titka már tudom át. Esetleg mese, aztán mesek, mese meskete, gyerekeknek öröme. Az éjféli gyors vonat, mely szalad, akár a pillanat, füttyent egy rettentő nagyot. Ez ám a jó eset, este lett éjszaka. S autó három is, ropog a dobog a műúton. A száztornyú szép főváros, a fényes regényes Prága felé. Csak úgy magától, vezető nélkül. Sofőr nélkül, ember nélkül. Barátaim, gyerekek, nem is olyan nagy eset. Fáztak a kis autók, s elindultak a bók, kicsit melegedni. Barátaim, gyerekek, azt kérdezem tőletek, ha hideg vas itt a tél, garázs nincs és fú a szél, mit lehet ott tenni? Ez ám az utazás. Vigyázat, Mr. Spartak, alagút. Hogy érzi magát, Skoda kisasszony? Szinte szédülök, fordul ettől a tiszta levegőtől. Minden porcikám 10 évet fiatalodott. Nem mehetnénk gyorsabban? Jobban tenni, Mr. Spartak, ha a kilométer kövekre vigyázna, túl közel megy hozzájuk. Oké, Mr. Ford, vigyázok. Skoda kisasszony. Igen, Ford úr. Kicsit döntse meg a lámpáit. Á, de mikor olyan jó nézni a távolságot. Igen, igen, de könnyen elvakíthatja az emberjövőket. Igazam van, Ford. Néni, egy őzike. Csak egy nyúl maga szamár. Megzavarodott a reflektorfénytől. Elnőse, vigyázzon! Oké, Mr. Ford. Messze vagyunk még? Honnét? Prágától. Látja azt az útjelző táblát? Még 80 kilométer. Hurrá, már csak 80 kilométer. Elere? Előre, Mr. Spartak, előre. Az elere, a vizen járunk elszava. Még gurulunk. Akkor hát gurulás előre, Prágáig. A sötétség csak ámul és bámul, csak bámul és ámul. Hú, ez nem lehet való, csak csoda. Csak csoda, vagy talán oly talán, melynek a titka már tudomány. Esetleg mese, aztán mese, mese meskete, gyerekeknek öröme. Az éjféli gyors vonat, mely szalad, akár a pillanat, füttyez egy rettentő nagyot, ez ám a jó eset, este lett éjszaka. Autó három is, robog a dobog a műúton. A száztornyú szép főváros, a fényes regényes Prága felé. Csak úgy magától, vezető nélkül. Sofőr nélkül, ember nélkül. Barátaim, gyerekek, nem is olyan nagy eset. Fáztak a kis autók, s elindultak a bók, kicsit melegedni. Ki az az őrült kakadó, aki ilyenkor telefonál? Az embert még éjszaka se hagyják békét. Halló, tessék! Maga a Zimlacek úr. Persze, hogy én vagyok, ki beszél? Kapuszta. Kicsoda? Kapuszta, Vlasztimir Kapuszta, az első emeletről. Jó estét. Estét? Maga viccel velem, Kapuszta úr. Tudja, hány óra van ember? Tudom, Zimlacek úr, tudom, de olyan izgatott vagyok, hogy... Micsoda? Izgatott.
Ha izgatott, vegyen be nyugtatót, egyben meg hagyjon aludni. Ha elmondom, hogy miért vagyok izgatott, akkor maga is izgatott lesz, Zimmácsek úr. Na, erre kíváncsi vagyok. Hadd hallja. Csak azt akarom megkérdezni, Zimmácsek úr, hogy otthon van-e. Ha, kicsoda? Maga. Haja, kapusta úr, ne csináljon belőlem bohócot. Én egész nap dolgozom, éjszaka meg aludni szeretnék. Félre érted, Zimmácsek úr. Én valóban arra vagyok kíváncsi, hogy otthon van-e. Maga részeg, kapusta úr. Ha nem lennék itthon, akkor most hogy beszélhetnék magával, mi? Ez igaz. És mert otthon van, nem mehetett el az autójával sem, így van? Ide hallgasson, kapusta úr. Ha elmentem volna az autómmal, akkor most nem lennék itt. S ha nem lennék itt, akkor most nem tudna velem társalogni. Világos? Világos, de ha nem ment el az autójával, akkor az autójának most ott kell állnia a ház előtt, nem de? Ez igaz. Mivel azonban nem mentem el az autómmal, így hát az autó most is ott áll a ház előtt. Logikus? Logikus, de az ön autója nem állott a ház előtt, Zimmácsek úr. Az előbb kinyitottam az ablakot, hogy kiszellőztessem a fejemet, egy pillantás az utcára, és rögtön látom, hogy sem az én Fordom, sem az ön Skodája, sem annak a harmadik emeleten lakó futballistának a Spartakja nincs a ház előtt. Eltűntek, akár a kámfor. Erről egyébként maga is meggyőződhet könnyűszerrel. Micsoda? Egy pillanat. A mindenség itt neki, ez csak ugyanigaz. Hé, Jolanda, kelj fel, ellopták az autónkat. Haló, most mit csináljunk? Az igazat megvalva, én teljesen tanácstalan vagyok. Ide hallgasson, kapusta úr. Ugorjon fel a harmadik emeletre, és mondja meg annak a két ballábas jobb szélsőnek, hogy ellopták a Spartakját, és én az alatt hívom a rendőrséget. Tegye le! Mit? A telefonkagyló! Ó, igen, igen, bocsánat, de olyan izgatott vagyok, hogy... Bajankó. 2, 3, 7, 6, 6. Rendőrség? Itt Zimnacsik. Bejelentem, kérem, hogy ellopták az autómat. Skoda, a rendszáma XY789999. A színe piros. És azt is bejelentem, kérem, hogy az enyémen kívül még két gépkocsit loptak el a házunk elől. Hogy kicsoda? Hát éppen ez az, amit nem tudok. Ja, hogy én ki vagyok. Mondtam már, kérem, Zimnácsek, József Zimnácsek. Az éjféli gyors vonat, mely szalad akár a pillanat, függjent egy rettentő nagyot, ez ám a jó eset, este lesz éjszaka. S autó három is, robog a dobog a műúton. A száztornyú szép főváros, a fényes regényes Prága felé. Csak úgy magától, vezető nélkül! Sofőr nélkül, ember nélkül! Barátaim, gyerekek, azt kérdezem tőletek, ha hideg van itt a tél, garázs nincs és hú a tél, mit lehet ott tenni? Barátaim, gyerekek, nem is olyan nagy eset, fáztak a kis autók, s elindult a napok, kicsit melegedni. Fordul, vigyázat, fékezek! Mi az? Mi történt? Pszt! Maradjon csöndben és hallgassa. Mit? A rádiómat. A kerületi rendőrkapitányság vezetőjének. Megismétlem a közleményt. Aki tudja, tartóztassa fel azt a piros Skoda kocsit, melynek rendszáma XY789999, továbbá azt a halványkék Spartakot, amelynek rendszáma AB123333, valamint azt a horpacsárhányújú Ford kocsit, melynek rendszáma BC456666. A felsorolt gépjárműveket ma éjjel tulajdonították el ismeretlen tettesek. Aki tud valamit az eltűnt autókról, azonnal jelentse a legközelebbi rendőrjárőrnek, vagy a kerületi rendőrkapitányság vezetőjének. A közleménynek vége. Pihengetünk, pihengetünk, uraim! Vagy talán rám vártak?
Na hát ez igazán kedves maguktól. Akkor hát, ha megengedik, le én... álljon, Skoda kisasszony, hanem forduljon meg gyorsan és induljon el teljes gázzal hazafelé. Micsoda? Most, amikor már csak egy ugrásra vagyunk, a száztornyú Prágától. Legyen erős, Skoda kisasszony, és mondjon búcsút mind a száztoronynak. Nem megyünk Prágába. De hát miért? Mert üldöznek bennünket. Üldöznek? Nincs időnk a magyarázkodásra, kisasszony. Forduljon meg, és soroljon be mögénk, de gyorsan. Indulunk hazafelé. Na, Mr. Spartak, ez aztán szép kis meglepetés, mondhatom, csinos kis meglepetés. Félem meglepetés, én egy szót se értek az egészből. Majd otthon elmagyarázzuk, de most pucoljunk, kisasszony, pucoljunk, ahogy a kerekeink bírják. Belépni! Kapjányú, kapulek törzsőrmester, tisztelettel jelentkezem. Mi ez a nagy sietség, törzsőrmester? Kapitány úrnak jelentem, 3 autó haladt Prága felé. Csak 3? Ilyen gyönge lenne a forgalom, törzsőrmester? Igen, de ez a 3 autó nem más, mint Ford, Spartak és... Ne folytassa, tudom, Skoda. A rendszáma XY789999, a színe piros. Úgy van, kapitány. Hogyan? Ha ön tudja... Én mindent tudok, törzsőrmester, ezt jegyezze meg. Ezért vagyok kapitány. Tehát 3 autó halad Prága felé. Kitűnő, Kaburek törzsőrmester. Remélem, feltartóztatta őket. Megpróbáltam, kapitány. És az eredmény? 0, nem sikerült. Ember, hát milyen gyorsan mehet egy ilyen öreg Skoda, vagy talán elromlott a szolgálati motorbiciklije? Nem romlott el, kapitány úr, dehogy is romlott el. A legjobb gép az egész körzetben. Hát akkor? A dolog úgy áll, kapitány úr, hogy azokban az autóban nem ül senki. Mit beszél? Én tudom, hogy ez most úgy hangzik, mintha elment volna a józan eszem, de mégis így áll a dolog. Megelőztem őket, és a tárcsámmal jártattam, hogy álljanak meg. De az autók nem álltak meg, mentek tovább. Erre én szorosan a Spartak mellé hajtottam, és benéztem az ablakán. És? Hát, kapitány úr, itt változzak át görög dinnyévé, vagy norvég sós heringé, ha nem igaz, amit mondok. Abban az autóban az égvilágon senki nem ült. Se a volán mögött, se a hátsó ülésen, sehol. A kocsi teljesen üres volt, és mégis ment. Csak úgy magától, vezető nélkül, sofőr nélkül, ember nélkül. Ide hallgasson, Kaburek! Maga vagy ivott, vagy megint valami detektív regényt olvasott? Kapitány úrnak jelentem, soha nem iszom, és csak a fiam indián könyveit olvasom. Ha így van, akkor tréfál velem, Kaburek! Nem! De hadd véssem az emlékezetébe. Én soha nem voltam ellensége a jó tréfának, de ha szolgálatban vagyok, akkor szolgálatban vagyok, és ilyenkor nincs kedvem a tréfához. Higgye el, kapitány úr, hogy nem tréfálok azokban az autókban, egyetlen eleven lélek nem tartózkodik, és... Ráadásul, hát ezt most már végleg nem fogja elhinni, azon az öreg Skodán védőponyva is van. Így hát, ha ülne is benne valaki, akkor se láthatná az utat. És mert ilyen esettel még soha nem találkoztam a praxisomban, azt mondtam magamnak. Loisy, ez én vagyok, tisztelettel, azonnal mész a kapitány úrhoz, és jelented neki a dolgot. Aha! Tehát ismét én oldjam meg a rejtét. Hát én úgy gondolom, várjuk meg, amíg kifogy belőlük a benzin, mert különben meg nem állítja őket senki. Az ember hiába integet nekik, akár a bolond, és hiába füttyöget, akár a fülemüle, és hiába cikkázik az orruk előtt, akár egy vacsamár, ezek vidáman mennek tovább. Úgy! Vidáman mennek tovább. Na, ez gyönyörű. Az ellopott autók vidáman mennek tovább is. Kaburek,
Törzsőrmester, aki soha nem iszik, és csak indián könyveket olvas, vidáman mesél erről, ahelyett, hogy a szolgálati szabályzat értelmében illő távolságból követné őket, és állandóan a nyomokban járna. Ha akarjuk, egy-kettőre utolérhetjük őket, kapitány úr. Ezzel számoltam, hiszen 30 kilométernél nagyobb sebessége nem tudnak menni, mert annak az öreg Skodának már, ahogy megfigyeltem, időnként kihagy a motorja. Rendben van, törzsőrmester! Hol a motorbiciklije? Kint áll a kapitányság előtt. Menjen és gyújtsa be! Magával megyek. Igenis, kapitány úr. Magával megyek, és azokat az ócska detektív regényeket egyszerűen kiverem a fejéből. Ezt jól jegyezze meg! Mit jegyeznek meg, kapitány úr? Semmi! Indulás! Traktorok, dömperek, teherautók, gépkocsik, rollerek, kicsi ropogók, tűzoltó pótkocsik, vizet locsolók, autóbuszkocsik és kerkes komtatók, hómarok, patárok, motorbiciklik, kukák és furkonok, tacsik, biciklik. Gazdái, figyelem! Gazdái, figyelem! Több-több robogunk, fut a motorunk, élet szemünk mindent lát, ne csinálj hát malibát, törvényt sértesz elkapunk, ne veled a jelkapunk. Kressz, 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 hurrá, kressz, 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 hurrá, Zsiguli, Fiatok, Tudebékerek, Varsavák, Trabantok, Skodák, Opelek, Daimlerek, Moszkvicsok, Farmotorosok, Peugeotok és Buikok, Béni Karusok, Packardok, Chryslerek, Bentek, Spartákok, Bolgák, Mercedesek, Fortaunusok, Gazdái, figyelem! Gazdái, figyelem! Több-több robogunk, fut a motorunk, élet szemünk minden lát, ne csinálj hát galibát, törvény sértet elkapunk, ne feledd a jelszavunk. Kressz, 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 hurrá, kressz, 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 hurrá. Valami baj van, Skoda kisasszony. Fordul, nem bírom tovább. Egyszerűen nem kapok lélegzetet. Ráadásul olyan görcs állt bele mind a négy kerekembe, hogy képtelen vagyok tovább menni. No, szervusz, világ. Egy perc és nyakunkon a törzsőrmester, aki nyilván erősítést is hoz magával. Nyugalom, barátaim, nyugalom és hideg vér. Hideg vér, de hiszen én olyan forró vagyok, mint a gátresó. Bízzék bennem, kisasszony. Van egy korszak alkotó ötletem. Halljuk. Van itt valahol egy elágazás. Azt hiszem, ott, balra. Nem lát valami gyanúsat, Mr. Spartak? Nem, semmit. Beforduljak? Igen, Mr. Spartak, de előbb tegyek ki... Az indexemet. Helyes, fiatalember. Stop! Itt megállunk. Ó, én vén bolond maradtam volna inkább otthon. Nem nekem való már ez a hajsza, ez a tömény izgalom. És ami a legszörnyűbb ebbe, nem csak én betegszem bele, hanem a gazdám, Zimna Csek úr is. Ő mindig azt mondja, olyan az én Skodám, akár a kezes bárány. Vigyázzat! A főúton egy motorbicikli. Több-több robogunk, fut a motorunk, élet szemünk mindent lát, ne csinálj hát galibát, törvényt sértesz elkapunk. Ne feledd a jelszavunk! Kressz, 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 hurrá! Kressz, 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 hurrá! Hallotta, Mr. Spartak? Hallottam. Mi a véleménye? Szépen énekelnek, meg kell hagyni. Nem, úgy értettem. A helyzetünket illetően mi a véleménye? Pocsék, ha nem lógunk meg rögtön, akkor perceken belül elkapnak bennünket. Megvárjuk, amíg Skoda kisasszony egy kissé leül, aztán, ha minden jól megy, míg pirkadat előtt, otthon leszünk. Barátaim,
Nagy baj van. Micsoda? Úgy érzem, hogy a hűtőmben teljesen felfort a víz. Mit felfort? Olyan száraz vagyok, mint a sósperec. Ne csodálkozik, drágám, a száguldás. Jön valaki. A törzsőrmester. Ketten van. Erősítést is hozott. Nem, ezek nem fejvadászok. Ha nem? Egy fiatal ember, meg egy fiatal lány. Mi? De hiszen ez Mr. Milán. Az meg kicsoda fordul? A legjobb autószerelő egész Csehországban. Igen, ő az. Nem régen cserélte ki a csapágyamat, s mondhatom önöknek jobb, mint az eredeti. Megmenekültünk, barátaim. Jaj, Milán, én már nem bírom tovább. Egyszerűen leszakadnak a lábaim. Még egy lépés és összeesik. Csak még egy kicsit bírd ki, Bozsenyka. Rögtön beérünk a faluba, ott aztán kipiálted magad. Jó estét, Mr. Milán. Jó estét. Bolond vagy, Milán. Kinek köszöngetsz itt jó estét? Ennek az öreg farkocsinak, Bozsenyka. Köszönt, hát úgy írik, hogy visszaköszönjek. Neked elment a józan eszed, Milán. Vagy halucinálsz? Mi újság, öreg fiú? Thank you, Mr. Milán, thank you. Egy kis segítség kéne. Csak nem, hogy a csapágyjal van baj. Ugyan, dehogy, Mr. Milán. A csapágy oké, okay, de itt van az én drága barátnőm, Skoda kisasszony. Neki lenne szüksége egy kis kivizsgálásra. Milán, te csak ugyan bolondot csinálsz belőle. Ugyan, Bozsenyka, hát nem tudod, hogy vannak szerelők, akik értik az autók nyelvét. Azt tudom, hogy értesz az autókhoz, de... Egy pillanat, Bozsenyka, csak megnézem ezt a kis piros Skodát. Ó, de hiszen ez olyan forró, mint a tűz. Van egyáltalán víz a hűtőjében? Az az érzésem, hogy nincs. Egy csepp sincs. Ez lehet az oka, hogy olyan forró vagyok. Na, ez olyan száraz, mint a Szahara. Na csak jöjjön vissza a gazdájas Koda kisasszony. Úgy megmosom a fejét, hogy megemlegeti. Pardon, pardon. Szóval, hát a dolog úgy áll, Mr. Milán, hogy mi... önállósítottuk magunkat, és rendeztünk egy kis pikniket. Micsoda? Fordul azt akarja mondani, hogy kirándultunk egy kicsit. Méghozzá csak úgy, vezető nélkül. Mi ugyanis fáztunk, Milán úr, és... És fel akartak egy kicsit melegedni, igaz? Yes, Mr. Milán, yes. Fel akartunk egy kicsit melegedni. Hát ez túlságosan jól sikerült. Most azonban már haza kell mennünk, mert keresnek bennünket. Á, értem. Na, de ehhez mindenek előtt vizet kell szereznünk Skoda kisasszony hűtőjébe. Segítene rajtunk, Mr. Milán. Ez csak természetes, öreg fiú. Hogyan háláljam meg ezt önnek, fiatalember? Nagyon egyszerűen. Szerzek vizet, aztán elvisznek bennünket a legközelebbi faluig, mert Bozsenykának, az én kis menyasszonyomnak nagyon fáj a lába. Rendben van? Rendben. Az autó... A ház előtt parkoló három autó, a Spartak, a Ford és a Skoda. Bizony nem tudja, a mélyen durmoló, ezt mondja el most a gyermekrádió. Barátaim, gyerekek, nem is olyan nagy eset, fáztak a kis autók, s elindultak a bohók, kicsit melegedni. Nem fázol, Bozsenyka? Melletted? És ilyen prima kocsiban soha? Barátaim, gyerekek, azt kérdezem tőletek, ha hideg van, sitt a tél, garázs nincs és hú a szél, mit lehet ott tenni? Tök-tök aliga, nagy a kaliba, hiába van motorunk, már hogyan is robogunk, autóknak nyoma sincs, úgy eltűntek, mint a pincs. De vajon hova? Most aztán mi lesz? Szentkrecz, most segíts! Tehát ön azt állítja, az Imnácsek úr, hogy este, mielőtt lefeküdt volna, még kinézett a lakása ablakán, akkor nem csak a ház előtt parkoló három autót látta tisztán, kivehetően, hanem azt is, hogy az ön Skodája gondosan be volt takarva együtt. Vízhatlan autóponyvával, melyet a feleségemtől, Jolandától kaptam a születésnapomra, négy pár zokni, egy bajuszkötő és 10 üveg jaffa kíséretében. Fejedelmi ajándék, gratulálok. De folytatom a nyomodást. A felesége, Jolanda asszony, most itthon van, Zimnácsek úr? Itthon, kapitány úr, de még alszik.
Hallja? Nem hallom, de ez nem is fontos, Dünnácsek úr. Maga nem hallja, kapitány úr. Nem inne egy kis vizet, Dünnácsek úr? Nem vagyok szomjas, kapitány úr. De most nem is ez a fontos, hanem ez, hogy megjött. Végre visszajött. Hiszen az előbb azt állított, hogy alszik. Kicsoda? A felesége. Ki beszél itt a feleségemről? Ő egyébként valóban alszik. Ha a felesége alszik, akkor ki jött most vissza, Dünnácsek úr? Figyelmeztetem, ez kell ez kérdés. Hogy ki? Hát az én drága jó Skodám, kapitány úr. Még mindig nem hallja hangját. Azt a csodálatos, szép hangját. Riadó! Olcsa le a villany, és nyissa ki az ablakot. Jaj, csak ne lőjön, kapitány úr, ne lőjön, mert a végén még kilukasztja nekem az autóponyvámat, amit, mint mondottam volt, a feleségemtől kaptam születésnapomra. Egy pár zokni, egy bajuszkötő és 10 üveg jaffa kíséretében. Tudom. Hogyan? Hogyan ön tudja, kapitány? Én mindent tudok, Dünnácsek úr. Ezt jegyezze meg jól. Ezért vagyok kapitány. Jaj, tehát nem fog lőni. Nem, Dünnácsek úr. Részben azért, mert a pisztoly veszedelmes jószár, részben meg azért, mert nincs nálam a pisztolyom. De legyen nyugodt, Dünnácsek úr, a segédem, Kaburek törzsőrmester, aki egy szemében a jobb és bal kezem, lent áll a kapu előtt és lövöldözés nélkül is megbirkózik a gazemberekkel. Gyanús. Nagyon gyanús. Vigyala. Hogy senki nem bújik elő a kocsikból. Ez valóban gyanús, Dünnácsek úr. És ha nem lennék öreg róka a szakmában, akkor most azt mondanám, hogy gyanús, nagyon gyanús a dolog, de nyugodjék meg, kérem. Én jól ismerem a bűnözők lélektanát, előbb-utóbb megéheznek a gazemberek. Én akkor előmásznak a volán mögül. Kapitány úr! Kapitány úr! Mi az, törzsőrmester, csak nincs valami baj? Benéztem mind a három kocsiból. És? Pontosan úgy van, ahogy mondtam. Senki nem ül a kocsikban. Micsoda? Az égvilágon senki, kapitány úr. Ez katasztrófa. Hát ez valóban furcsa eset, kapitány úr. De bánja a csuda. Most az a fontos, hogy az autók megkerültek. Nincs igazam? Nincs. Miért? Mert most aztán... Igazán nem tudom, hogy mit írjak be a jelentésembe. Hogy mit? Hát a valóságot, kapitány úr. És mi a valóság, Dünnácsek úr? A valóság? Hát, mondjuk, hogy az autók megszöktek. Csak úgy maguktól. De aztán meggondolták a dolgot, és szépen visszajöttek. Engem meg bevisznek az idegszanatóriumba, hogy kivizsgálják, megvan-e minden kerekem. Nem, köszönöm. Hát akkor írja be azt, hogy meg se történt a dolog. Hogy csak álmodtuk az egészet. Ez se jó, Dünnácsek úr. De hát miért? Mert a rádió hivatalosan is bejelentette a kocsik eltűnését. De ha ez se jó, az se jó. És ráadásul még tolvajok sincsenek, akkor mit fog írni a jelentésébe, kapitány úr? Megmondjam, Dünnácsek úr. Hát tudja. Én mindent tudok, Dünnácsek úr. Ezt jegyezze meg jól. Ezért vagyok kapitány. Hát akkor árulja el a titkot. Egyszerű, Dünnácsek úr. A jelentésemmel azt fogom beírni, hogy az egész csak mese volt. Mese? Igen, Dünnácsek úr. Mese. Amely ugyanúgy kezdődik, mint a többi mese. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három autó. Egy Spárták, egy Ford és egy Skoda. Egy szép napon, pontosabban egy téli éjszakán, ez a három autó gondolt egy nagyot, és elindult a világba. Csak úgy, magától. Vezető nélkül, sofőr nélkül, ember nélkül. Hogy miért? Ki tudja? A sötétség csak ámul és bámul, csak bámul és ámul. Ó, ez nem lehet való, csak csoda, csak csoda. Vagy talán, hogy talán ennek
tovább. Esetleg mese, azaz mese, mese meskete, gyerekek megörömbe. Mese arról, hogy miként szökött meg. Egy éjszaka a ház előtt parkoló három autó. A Spartak, a Ford, a Skoda. Honnan tudná ezt a mélyen durmoló? Hát elmesélte most a gyermekrádió. A három autó. Kedves hallgatóink, mesejátékot hallottak. Írta az Zdeněk Szverák, zenét szerezte Tomsics Rudolf, fordította Pándi Lajos. A szereplők a Sötét Éjszaka énekes mesélői Psota Irén és Verebé Iván. A három autó Skoda Tolnai Klári, Ford Balázs Samu, Spartak Harsányi Gábor. Zimnacek úr a Skoda tulajdonosa Kazan László. Kapuszta úr, a Ford tulajdonosa Miklósi György. Kaburek törzsőrmester Bilicsi Tivadar. Kapitány a közlekedésrendészettől Suka Sándor. Milán autószerelő Csíkos Gábor. Bozsenyka a menyasszonya Mányai Zsuzsa. Rádióbemondó Bán György. Zenei rendező Rújtner Sándor. Technikai munkatárs Dobó Katarin, Kutasi Ferenc és Olá Gyöngyi. Dramaturg Molnár Magda. A rendező munkatársa Sós Zsuzsa és Bódog Pál. Rendezte Petrik József.